Azt gondoltam, hogy jól vagyunk, és minden a legnagyobb rendben van. De a párom minden ok nélkül elhagyott. Mit rontottam el? Egy dolog biztos, a párkapcsolatok nem hullanak szét minden ok nélkül. Íme a leggyakrabban elkövetett 7 hiba. Az első a szőnyeg, ami alá mindent besöprünk. A problémák, kicsik, nagyok, nem maradhatnak megoldatlanul, mert felgyűlnek és szakításhoz vezetnek. A második a fal, amit az érzelmek köré építünk. Az érzelmek azért léteznek, hogy érezzük és kifejezzük őket. Ha elnyomjuk őket magunkban, egy szép napon csőstől rontanak ránk. A harmadik az ostor, amivel idomítjuk a másikat. Légy ilyen, ne légy olyan. Ezt csináld, azt ne csináld. A férfiakat irányítani kell, meg kell mondani nekik, hogy mit tegyenek, különben semmit sem csinálnak. És kézbe kerül az ostor. Ha meg akarjuk változtatni, akkor miért őt választottuk? Miért nem olyan valakit, aki eleve olyan, amilyet szeretnénk? A negyedik az új, amivel mindig másra mutatunk. Felelősségvállalás nélkül nem lehet egy egészséges párkapcsolati viszonyt fenntartani. Az ötödik a kulcs, ami nem talál a zárba. Az ellentétek vonzzák egymást állítólag, de az idők során az bizonyosodott be, azok a párok maradnak együtt, akik összeillenek. A hatodik az ágy, amiben csak alszunk. A testi kapcsolat ugyanolyan fontos egy párkapcsolatban, mint a lelki. És a hetedik a hang, amiből csak egy van. Az egyhangúság, a befásulás, a spontaneitás hiánya megszámlálhatatlanul sok párkapcsolatot tett tönkre. Tudom, most sokan megkérdezik, hogy de miért nincs a listában a hűtlenség? Nos, azért, mert a hűtlenség mögött egészen biztosan meghúzódik valami más. Valami, ami talán az előbbi hetes listában is ott van. Sikert és boldogságot!